Jó reggelt! Töltsük együtt a napot! Már reggel 8 óra van, azt hiszem. 8 óra 22 van, 10 órára megyek fodrászhoz, úgyhogy még van egy tevékeny órám. Mint láttátok, reggel csináltam a szokásos dolgaimat. Ilyenkor mindig olvasok először, nem nyúlok a telefonhoz, hogy dolgozzak a HPA-s tesztengelyemen, ezt nektek is javaslom, hogy reggel az első dolog ne az legyen, hogy a telefont elkezditek pörgetni, főleg a social médiát, hogy azonnal nulláról százra ugorjon a nyugalmi szint, hanem ilyenkor érdemes ráhangolódni a napra, legalábbis én így csinálom már a jó ideje. Olvastam pár oldalt, aztán elkezdtem dolgozni, ilyenkor igyekszem, nagyon szeretek reggel dolgozni, vagy hajnalban, amikor még mindenki alszik, mert ilyenkor az az érzésem, hogy sokkal jobban tudok haladni. Egyrészt ugye nem jönnek még ilyenkor még e-mailek, meg értesítések, tehát sokkal könnyebb fókuszáltnak maradni, úgyhogy ilyenkor szoktam az ilyen komplexebb dolgokat is összerakni, előkészíteni. Megírtam a napi teendőlistámat, amit ennek most, vagy sem neki is kezdtem nyilván, ugye egyrészt a gépen, amit el lehetett végezni. Most a hátralévő egy órában egy videót fogok fölvenni a TikTokra, ezt is már elkezdtem csinálni, de még a fő része hiányzik, illetve egy másik videóhoz veszek föl snitteket. Amúgy tömbösíteni szoktam már a héten mostanában, egy jó ideje, ilyen 1-2 éve a teendőimet, tehát nem csinálok minden nap mindent, hanem általában minden nap valamilyen specifikumot, tehát például videózni általában, hát most ugye a YouTube visszajött, tehát most azt nem tudom még, hogy pontosan hogy lesz, de TikTok esetében úgy szoktam, hogy mondjuk nem itt akkora jelenlétem lenne ott, de mondjuk ha tartalomgyártás, inkább így mondom, akkor azt heti egy-két napra teszem, tehát olyankor szövegezek posztot, szerkeztek fotót, videót vágok, mert egyszerűen annyi teendő van, annyi féle dolgot csinálok, hogy nagyon szétesne a figyelmem, hogyha ide-oda kapkodnék, úgyhogy van dedikált, amit tudom én heti 2-3 nap, amikor csak étrendezek, illetve minden reggel étrendezek, de van olyan nap, amikor más nem csinálok, hanem mondjuk az ilyen bonyolultabb anyagokat, meg számolásokat csinálom, hogy benne legyek abban teljesen mentálisan, tehát minden figyelmem oda menjen, illetve és igen, azért is ma akartam videózni, mert ma egyrészt megyek fodrászhoz végre, meg lesz csinálva a lenőtt hajam, illetve fogok menni, igen, főzni fogok. Tehát majd olyan nap van, amikor annyira nem a gépen dolgozok, hanem ilyen mindenféle látványosabb dolgot csinálok, mert nyilván a YouTube szempontjából izgalmasabb, hogyha nem egy olyan napot mutatok, amikor egész nap ülök, vagy a kanapén, vagy az asztalnál és dolgozom. Az kevésbé látványos. Délután fogok menni spinningre és alakformálóra. Mivel ezek délutáni órák, ráadásul csütörtökön féláras kedvezmény, úgyhogy ilyen full telt ház van minden órán, úgyhogy én már a hét elején korábban fölvettem snitteket, azokat már fogom bevágni körülbelül, hogy néz ki egy ilyen spinning óra, milyen a helyszín, milyen a hangulat, meg milyen egy alakformáló óra, de nyilván, hogyha nincs olyan borzalmas nagy tömeg, akkor megpróbálok csinálni élő felvételeket, és ugye nem szeretnék senkit kellemetlen helyzetbe hozni azzal, hogy én ott videózgatom, de sose szerettem így ezzel feltűnősködni, meg kényelmetlen helyzetbe hozni másokat, de hogyha lesz lehetőség, akkor friss felvételt teszek be. Szóval oda megyek, viszont előtte még elég sok minden van. Főzni fogok, ahogy, hát most sajnos már nincs időm előkészíteni, mármint hogy össze van vágva a hús, meg a főbb alapanyagok, de megsütni már nincs időm, mert kevesebb, mint egy órán van, úgyhogy azért döntöttem úgy, hogy most fölveszem gyorsan azt a videót, amit már megírtam a scriptjét,
A TikTok tartalmakat csak azért szeretem, mert nagyon sokat segítettek abban, vagy segítenek abban, hogy röviden és lényegre törően tudja fogalmazni, vagyis hát rá vagyok kényszerítve, ugye én egy perces időkorlátokat szoktam magamnak meghatározni. Ezért is szeretem jobban a YouTube-ot, mert sokkal bővebben tudok beszélni, ezt tudjátok, én nem tudok röviden beszélni, tehát mondjuk egy hatóanyagról sem, nagyon nehéz nekem azt mondjuk egy mondatba belesűríteni, hogy ezt miért, és ezért jó például a TikTok, hogy a lényegre törésre rátanít, de ugyanakkor meg ez nagyon félrevezető is, mert nyilván semmit nem lehet komplexen átadni a teljes valójában egy percben, vagy fél percben még inkább. De ezeket ilyen fejlesztő kihívásoknak tekintem az ilyen kis videókat, és igen, felveszem a videót, lehet, hogy még enni is lesz időm, fodrász, utána viszont biztos, hogy eszek, és utána főzünk, meglátjuk, hogy lesz-e még időm videózni, fel akarok venni egy, ami kimaradt a visszatérő videómból, hogy az is történt az elmúlt 4 évben, az konkrétan idén, ugye MyProtein szponzorát voltam, és most május végén már nem hosszabbítottam szerződést, amikor lejárt az együttműködés, hanem a Jim Beam-mel lettem, a Jim Beam-mel lett együttműködésem, és ennek a történetét akarom elmondani, hogy ez nem volt előzmény nélküli, tehát ez nem ilyen szponzorkurválkodás, hanem van sztori annak, hogy én most miért vagyok a Jim Beam-nél, és egy külön videót akarok csinálni az első Jim Beam rendelés, nem is az első, hanem a mostani október havi Jim Beam rendelésemből, amivel csomó olyan hatóanyag van megint, meg új kollekciós ruhák, amiket meg akarok mutatni, mert tudom, hogy nagyon hasznos segítség tud lenni, amikor valaki tudatosan szeretne válogatni, hogy mégis mi a fenét érdemes és mire, úgyhogy ezért csinálom az ilyen termékbemutatós videókat, és a edzés az van még priorizálva. A citrommal lévő keserű anyagok fokozzák a nyál elválasztást, ami szintén jó emlékéshez kapcsolódik. Kész is vagyok a videóval, ezt most nagyon gyorsan felvettem, 9 óra 3 perc van, megyek öltözni, indulunk a városba, és a fodrásznál igyekszem meg is vágni ezt a videót, mert bízom benne, hogy sikerült a mondandómat belesűrítenem egy percbe, ez nem szokott sikerülni, úgyhogy ilyenkor legalább 2-3 órát kell vágnom, mire sikerül ilyen tényleg rövid és informatív videóvá összetenni. Úgyhogy, de ezentúl fel fogom ide shortsba is tölteni az ilyen kis okos egyperceseket. Na, most gyorsan el is kezdem betölteni a vágó programba az eddig feltett dolgokat. Igen, ott már van, ott vannak a ma reggeliek. Igen. Hát nézzük, mennyi lett a nyersanyag. 12 perc, atyaisten. Na, majd meglátjuk. Ja, nem, ez majd a vlogban megy, ezt töröljük, kiváló, 11 perc. Igen, ilyenkor próbálom egyre elmondani, csak ilyenkor ellenőrzöm mindig a hangot, képet, ilyesmit. Na, menjünk öltözni. Össze is kaptam magam, 4:09 van, és bár a nyár a kedvenc évszakom, azért az őszt is szeretem, mert ilyenkor még lehet ilyen színesen és rétegesen öltözködni. Télen én leginkább csak nagy kabátba elbújok, úgyhogy most ez kifejezetten tetszik. Amúgy nemrégen volt egy posztom arról, hogy igazából itt minden rajtam tök régi ez a kabát, én nem is tudom, hogy 6-7 éves, hanem több, a nadrág is 5-6, pulcsi is 5-6, a jó a cipő az mondjuk tavalyi, a táska 2-3 éves, napszemcsi is, és pont arról volt posztom, de ezt majd az utcán elmondom, mert indulnunk el. Illat. Remélem hallottuk a széltől, meg a forgalomtól. Arról volt posztom nem régen, hogy az elmúlt 4 évben például ez is történt, hogy volt egy időszak, ez nem is tudom mikor, amikor nagyon-nagyon sokat vásároltam, és így felhalmoztam dolgokat, és erre rájöttem. És az a lényeg, hogy mit tudom, én 1-2 éve elkezdtem durván kiszelektálni dolgokat, illetve nagyon észszerűen vásárolni, tényleg egy kezemben meg tudom számolni, például idén hány dolgot vettem, mert hogy ugye mivel egyre nagyobb a túlkínálat, a bőség, ez engem borzalmasan összezavar, és ez is szétkapja a figyelmemet,
Úgyhogy ezért is van, hogy egyre inkább megyek a minimalizmus irányába, de tényleg nagyon durván, illetve annak irányába, hogy kialakult egy olyan, hogy mondják ezt, olyan ruhatár, ami igazából bőven elég ahhoz, hogy a hétköznapi viseletem meg legyen oldva. Én főként edzősruhában vagyok, és igen, az, hogy ez a bőségzavara, meg a túlkínálat, például ez is hogyan hat arra, hogy az embereknek teljesen esik szét a figyelme. És ennek a posztnak még az is volt a lényege, csak hogy befejezzem, hogy ja, természetesen engem is sorra keresnek meg ez a Temu, Trendyol, Shein, de nagyon agresszívan, és hogy én nem dolgozom ezekkel a cégekkel együtt, vagy ilyen jellegű, nagyon durva fast fashion cégekkel, amik a borzalmas környezeti terhelést jelentenek a bolygóra, és ez most nem valami álszenteskedés, hanem tényleg rémisztő, hogy mekkora pazarlás van. Tényleg bemegy az ember, mondjuk ahogy a Primark az nyílt legutóbb az Aréna Plázában, és ezek olyan forintos hulladékpackok, amik pár alkalom után jobb esetben már mennek is a kukába, és én ehhez nem szeretnék annyira részt venni, nem szeretném ezt propagálni, hiába lenne mondjuk anyagilag vonzó, és hogy ezzel a poszttal arra is fel akartam hívni a figyelmet, hogy vásároljunk tudatosabban. Azért ilyenkor a jövő generációinak a lehetőségeit erdáljuk el, és most azért ez egy fontos szempont. Andi, ő a fodrászom, ő szokta nekem csinálni ezt a csodafajtát. Haza is értem, egy óra múlt nem sokkal, most meg fogom enni a nagyon puritán első étkezésem, idáig nem nagyon volt étvágyam, amikor így benne vagyok dolgokba, akkor jobb szeretek amúgy éjgyomorra edzeni is, meg éjgyomorra sokkal jobban tudok koncentrálni, mind munkában, mind tanulásban, illetve délelőtt még ittam egy fehérjés kávét, úgyhogy teljesen tápanyagmentes nem voltam, viszont nem sokára neki fogok állni főzni, mert, és még visszakerülnöm a géphez, mert bejött egy olyan dolog, amit nem halaszthatok el, úgyhogy most vagy a videózást fogom mostanra tervezett videózást eltolni, vagy mindegy, majd áttervezem, most eszek. Egy cottage cheese fogok enni, sonkával, fehérjés, étkezésem lesz csemmege uborkával és vitamin paprikával. Azért eszek ezt, mert eléggé kalóriában dús ételt fogok készíteni, illetve az lesz a vacsora is. Sőt, az is lehet, hogy ma kivételesen rendelünk valamit, vagy az a lényeg, hogy most nem is akarom túlenni magam, mert még sok teendőm van, illetve ugye megyek délután edzeni is, úgyhogy én ilyenkor inkább kevesebbet eszek, és általában azért a heti kalóriabevitelt szoktam nézni, mert összességében majd az fog számítani, és pontosan tudom, hogy hétvégén, amit mondjuk most kalóriadeficitben lennék ma, mert ideig nyilvánvalóan abban vagyok, főleg az edzéssel az abban leszek, úgyhogy a hétvégén ezt jócskán megeszem, nem kell aggódni a kalóriabevitele miatt, én nem aggódom miatt, úgyhogy más se tegye. A hajamra visszatérve, hajasztori. Ugye 4 évvel ezelőtt borzalmasan nézett ki a hajam, rengeteg kritikát is kaptam, amit én tökre megértettem, és nekem sem tetszett ez a platina szőke haj. Viszont egyszerűen az volt, hogy én nagyon hűséges vagyok a szakemberekhez, illetve mindenkihez, meg mindenhez az életben. Nagyon lojális vagyok, meg ragaszkodó típus, legyen szó akár egy kedvenc ruhadarabról, vagy legyen szó emberekről, szakemberekről, nem is beszélve, úgy, mint mondjuk nőgyógyász, fodrász, körmös, fogorvos, ezek nekem nagyon régóta megvannak, és az akkori fodrászom, ugye én mindig ezt szerettem volna, hamvas szőke, tehát ez a szürke árnyalatos szürke, nem az arany szürke. Majd, hogyha egyszer lesz a lakás témában videó, látni fogjátok, hogy például a faburkolatok is nálunk ezek a szürkés barnák, inkább nem az aranybarnák, meg ugye valamiért, tehát hogy meg szerintem nekem ez áll jól, ez a legközelebb a saját hajszínem, ez a saját hajszínemet én nem szeretem, amúgy ettől nagyon sokban nem különbözik, de aranypigmentes, és én azt nem szeretem. És amikor én 5-6 éve kitaláltam, hogy szeretnék hamvas szőke lenni, én mindig hamvas szőke akartam lenni, de mindig platina lettem.
És 4 évvel ezelőtt gurult el a gyógyszerem, amikor már tényleg annyi csúfolódást kaptam, meg én is láttam, hogy szarul nézek ki, tehát hogy nem borzalmas volt ez a platina szőke valami a fejemen, és amikor próbáltam elmagyarázni az akkori fodrászomnak, hogy mi a probléma, akkor nem sikerült átadnom, és az történt, hogy elmentem, tisztán emlékszem, egyik nap reggel fodrászhoz, megillett olyan az. Tudjátok, az a borzalmas platina szőke, lehet berakok ide vagy ide egy olyan fotót, de biztos emlékeztek ti régi nézők. És bementem, hát gondoltam, ha valahol értenek a hajhoz, az a haj a szaron, nem volt jobb ötletem, bementem a Nádor utcába, és hát fölhívtam őket, míg hazafelé a délelőtti fodrászomtól a festésből, vagy mit tudom én, már mi volt. És délutánra, vagy kora délutánra kaptam is időpontot felmérni a hajamat, és akkor kerültem Kolesza Randi kezei közé, tehát 4 éve, akkor ő még ott dolgozott, ott lett mesterfodrász, a hajas locitól tanult, és az volt a probléma, mint kiderült, hogy én azt nem tudtam megfogalmazni, hogy a szín mélysége, tehát hogy valóban, tehát hogy nekem szőkíteni kell a hajam tövét, tehát ez szőkítve van, tőszőkítés is arra van színezve, és ez 3 színárnyalatból van keverve, ezt megkérdeztem Andit, és így ilyen. Én nagyon szeretem ez ilyen. Nagyon szép ilyenkor nagyon szeretem, nagyon tetszek magamnak. Ilyenkor is, amúgy is, de frissen festett, frissen frizurált, frissen a fodrásztól szerintem nem kell bemutatni az érzést, hogy ilyenkor olyan puha, olyan szép, meg minden. Szóval teljesen jogosak voltak a kritikák, a borzalmas volt az a platina, rettenet a fejemen, de most már ez van 4 éve, vagyis hát kísérleteztünk amúgy több árnyalattal, volt, ami nem talált el annyira, volt, ami nagyon, nagyon barnás volt már, és most amúgy egy körülbelül 3-4 éve, tehát olyan 4-5 festés óta, 5-6 hetente járok amúgy, festésnek mondom, de ugye tőszökítés plusz színezés, és most már idén abszolút, februártól biztosan ilyen mélyebb, árnyalatú a hajam. Úgyhogy ez a hajam rövid története, hogy miért volt ez a borzalmas patina, az nem volt szándékos, mármint hogy nyilván ott volt a fejemen, csak egyszerűen nem akartam elmenni a fodrászomtól, úgy voltam vele, hogy biztos ért hozzá, én nem látom jól, vagy nem tudom, de hát láttam a videókon, fotókon, szarul nézek ki. És ez szerintem nagyon jól megy a szemöldökömhöz is, ugye nekem kicsit ilyen szürkés árnyalatú a szemöldököm, barna a szemem nyáron, amikor föl vagyok töltődve, akkor szinte már zöld. Ilyenkor viszont mondjuk most nem adja vissza, most itt zöldes, ha jól látom a kamerába. Most egészen barna amúgy a szemem. Szóval, ez. Úgyhogy Nádor utcában dolgozik Andi, a Hedge Hair Salonban most Koleszár Andi. Az Instagramját ide berakom, nem reklám, fizető vendége vagyok, viszont én nagyon szeretem, nagyon szeretek hozzájárni, a munkáit is meg tudjátok nézni, úgyhogy ha az ilyen szín problémáitok vannak, és nem találtok, tudom, hogy fodrászra is ajánlásra mennek nagyon sokan, és nekem ő nagyon bevált, úgyhogy csekkoljátok. Most pedig megeszem ezt a kis, jó kis 40-50 g fehérjés étkezésem, aztán előkészítem a főzést, mert annak is meg kell lennie. Íme a gurmé étkezésem, abszolút nem Instagram kompatibilis, amúgy ha lenne itthon alma, akkor még egy fél almát is vágnék mellé, mert az nagyon jó ízt ad neki, én nagyon szeretem az édes, meg az ilyen sós dolgokat együtt, úgyhogy ez az első étkezésem. Mindeközben úgy beborult, hogy besötétedett, fel kell kapcsolnom a villanyt. Ez ilyen darabolt sertéskaraj, főtt brokkolival fogom kikeverni, jutúróval talán beleteszek egy krémsajtot is, tojás, füstölt sajt, petrezselyem, és ezt ki fogok bélenni egy gerinc formát békönszalonnával. Becsomagolom és megsütöm. Most ez egy elég nagy adag lesz. És még nem csináltam ilyet, ezt most tesztelgetem. És arra, hogy ezért csináltam külön a jutúrós, krémsajtos, tejtormás mixet, hogy megkóstoljam. Mert nyilván, hogyha ráteszem a nyers húsra, akkor már nem fogom kóstolgatni. Finom. Picit több tormát elbír még.
sót is. Ez idáig nagyon ígéretes. Adtam hozzá friss petrezselymet, mert mindenhez nagyon szeretek valamilyen friss zöld fűszert használni. Sokkal jobb ízt ad az ételnek, és hát kalóriaszegény, az nem lesz. Ezért nem mindegy, hogy hogyan fogyasztjuk majd. Azt még nem tudom, mit csinálok a kimaradt töltelékkel, de ez most megy a sütőbe. A másikat csak így magába kisütöm, beleraktam egy ilyen sütőformába, ez már eleve ilyen zsírpapírszerű, tehát elvileg nem kell kiolajozni, mármint egy ilyen banánkenyérhez nem szoktam. Úgyhogy meglátjuk, hogy milyen lesz így pucéron. Villám gyorsan oda tettem a kaját sülni, átvasaltam a hajamat, mert kicsit összegyűlsze, kidobta azt a szép vasalást. Most beállítom, átöltöztem a Jimmy videóhoz, ami a YouTube-on még nem beszéltem arról, hogy szponzorváltás történt, erről fogok beszélni. Megmutatom egy rendelésemet, beszélünk picit, hogy mit miért rendeltem. Meglátjuk, mennyire húzom el, mert nincs sok időm, szaladnom kell tovább edzeni. És igen, föl is porszívóztam egy picit, mert annyi háztartási munka van, amikkel nem szeretek nagyon elcsúszni, hogy mindig igyekszem minden nap csinálni valami picit. Úgyhogy, de majd erről az új időbeosztásomról is szívesen beszélek egyszer, hogy hogyan tömbösítettem a mindenféle tennivalókat. És bár most, hogy visszajön a videózás, majd remélem nem fog borulni az egész, mert most is például, hogy fölveszek ma ugye két videót, erre szinte egy teljes napot kell szenni, tehát ugye nem keltem volna nagyon korán reggel hajnalban, ezért is kellek nagyon korán hajnalban, hogy minél több mindent bele tudjak rakni a napba, mert nekem fontos az, hogy el legyen végezve ugye a munkám, fontos nekem az, hogy a saját fejlődésem szempontjából fontos edzések, önképzés meglegyen, a stresszkezelésemmel tudja foglalkozni, a háztartás rendben legyen, kajának kell lennie, úgyhogy nem olyan nagyon nagy léptékben, de azért igyekszem minden nap tényleg így sok mindent megoldani, úgyhogy optimális legyen az időbeosztás, mégsem érezzem azt, hogy rám omlik a teljes élet, de ez a mai tényleg egy kicsit feszített, nem baj, úgy jó az élet, ha zajlik. Ötszörre ide jöttem a sugárba, mert a lelkem is ki fogom izadni. Egy spinningre megyek, utána meg egy alapformálóra. Két órán, ma sem kell altatni. Na, az van, amit mondtam korábban, ma Mekit rendeltünk. Ebben amúgy nincs semmi újdonság, én korábban is írtam erről posztot, én nagyon szeretem néha az ilyen személy, úgymond, hát nevezzük akkor élvezeti ételeknek, csaló ételeknek, funkcionalitás 0, 100% élvezet, ultra feldolgozott. Viszont néha bele kell, hogy férjen. Amúgy szinte mindig ugyanazt teszem a Mekiben, Big Mac burgert szeretem, rácsos burgonya, a spirál burgonya a kedvencem, de az ritkán van. Ez most egy extra sajtos sajtburger, ez meg valami megfeleztünk kedvesemmel. Ez meg egy almás pite. Juhú! Mondjuk itt dupla óra után abszolút kalóriában tökre belefér. Annyira nem annyira, egyáltalán nem funkcionális. Hosszú nap volt, elfáradtam így a végére az Ázsia Express, az egyetlen olyan műsor, amit egész évben várok,
és mindig nézek, és nagyon nagy rajongója vagyok, úgyhogy kíváncsian várom a döntőt. Most összeszedem magam, igazából lezuhanyzom, és utána pihi, szuszi, kicsi olvasás, és szerintem bele is alszom a könyvembe. Így telt egy olyan nap, amikor viszonylag látványos dolgokat csinálok, mármint úgy, hogy mit tudom, én videózok, kimegyek egyáltalán a városba, elhagyom a lakást, és direkt fogok a későbbiekben is választani ilyen napokat, mert nyilván amikor mondjuk egész nap ülök és tanulok, vagy ülök és dolgozok, az abszolút nem látványos. A meghívás kapcsolatban meg azért is hagytam meg, vagy mutattam meg tudatosan, hogy például szoktunk, hát ez az erős túlzás, de előfordul. Tehát hetente egyszer azért szoktunk enni ilyesmit, ami abszolút élvezeti étkezésnek mondható. Nem szeretem azt a kifejezést, hogy szemétkaja, nem magam miatt, mert én helyén tudom kezelni, ez csak egy szó, nekem nem társul negatív konnotáció ehhez a szóhoz, ez csak az egyszerűbb megfogalmazás miatt szoktam mondani, hogy csalókaja, vagy szemétkaja, mert így könnyebben érti mindenki. Én azt szeretem mondani, hogy egy étel nem funkcionális, egy étkezés nem funkcionális, tehát nyilván nem arról van szó, hogy támogatná az emésztőrendszeren, nincsenek benne vitaminok, ásványanyagok, nyomelemek, semmiféle hasznos tápanyag a vastagbélbél baktériumoknak, sőt, benne lévő mindenféle adalékanyagok, tartósítószerek esetenként, emulgiálószerek, mindenféle hozzáadott kemikáliák és vegyi anyagok lassítják és rontják az emésztést. Viszont tudatosan akartam elmutatni, hogy igen, előfordul ez is, és ezért nagyon fontos az, hogy az egyensúlyi rutinban az összes többi nap hogyan alakul. Én hetekben, én heti ciklusban szeretek gondolkodni, tehát ugye a 7 napos ciklusban, mert így sokkal könnyebb megtartani, vagy érzékelni, megérteni a 80-20-as szabályt, mert hogyha érted, hogy van a 7, ugye, és ott a 80-20, az étkezések 80%-a tényleg tápanyagdús, funkcionális, akkor már is érzékelheted te magad is akár, hogy tényleg nem egy ilyen nem fog múlni, viszont most nem mondom, hogy kell a lelki békéhez, de néha jól esik csak úgy enni ilyesmit, mert én például szeretem a Big Mac-et, nem mindenki, mindenkinek megvan a maga guilty pleasure-je, nekem ez, úgyhogy ezért hagytam benne ebben a vlogban. Megtehettem volna, hogy mondjuk csinálok valami nagyon fancy salátát, és kitolom a képből a McDonald's-t, és betolom a salátát, de nem akarok senkit félrevezetni, és meg akarom mutatni, hogy ez a valóság, ez van, holnap majd más lesz, holnap is eszek majd olyat, ami támogatja az egyensúlyba kerülésemet. Ma is tettem azért, mind a sporttal, mind azzal, hogy mondjuk a stressztengelyemen dolgoztam azzal, hogy igyekszem így alacsonyan tartani a közösségi média okozta dopamin szintet, tehát hogy minél kevesebb céltalan görgetés helyett inkább olvasás. Törekedjetek az egyensúlyra, legyen szép napotok, találkozunk a következő videóban. Sziasztok! Íme a végeredmény, edzés után vettem ki a sütőből, csak arra volt időm, hogy lezárjam, utána rohannom is kellett. Ő a békönös, ő a pucér. Nyilván ez egy magasabb zsírtartalmú étkezés, most ki is számolhatnám akár a pontos makróit. Lehet, hogyha lesz szabad időm, akkor ki is számolom nektek érdekességképpen. Igyekeztem alacsony zsírtartalmú tejsz, ilyen tömlős tejsz szint enni bele, de van benne még jutúró is. Ezek mind zsíros alapanyagok, mert ugye, ja igen, füstölt sajt, azt is lehet light sajtra cserélni. Lehet csinálni ugye békön nélkül is. Én sovány karaj tettem bele, de például csirkemelle vagy pükkamelle még jobban csökkenthető az étel kalóriatartalma. És hát sült zöldséggel, páros zöldséggel, salátával fogyasztva egy tökéletesen kiegyensúlyozó étel. Még annyit csináltam vele, hogy rápirítottam, kifordítottam az őzgerinc formából, és mivel elég nyersnek tűn, mármint hogy én ropogósan szeretem, ezért így rápirítottam. Berakok ide néhány snittet, hogy hogyan szoktam menni. Ez például egyik nap párolt sült zöldségekkel ettem, egy másik nap meg csak simán céklával.